A hagyományteremtőnek szánt túrának biztosan lesz folytatása a jövőben is. Rengetegen indultak neki a 32 kilométeres kalandtúrának. A középkori hangulatban eltelt túra igazi élményt nyújtott a résztvevőknek. A túrázók megismerhették a hat középkori várom történetét különböző ügyességi feladatok megoldásával egyetemben, és természetesen a kemény megmérettetés után jöhetett a szórakozás. Hat vár hat rád. Június 27-én szombaton eljött a várva várt pillanat, amikor is egy középkori hangulatú kalandtúrában vehettek részt a bátor indulók. A túra első állomása Döbrököz, azaz Verbőci vára volt, ahol a regisztráláshoz álltak sorba a kirándulni vágyók. A helyiek teával és egy kis falnivalóval várták a vendégeket ezen a szombat reggelen. A túra 32 kilométeresre rugott, ami természetes környezetben, közúttól távol vezetett végig. Az útvonal, mint említés is került Döbröközről, a Verbőci vártól indult, majd a Szarvasdi váromot érintve, a Gunnarasi kiserdőn keresztül, a Kaposzekcsön található Leányvártól, valamint Jágonak Dáróvárától a Gólyavárig vezetett, és a szigeteldei lakótoronynál végződött az igen izgalmas kirándulás. Az út dombos, völgyes, erdős területeken halad, mely igen vadregényes területeken vezeti végig a túrázókat. Számos érdekes látnivalóval és élménnyel szolgált a túra, hiszen a természeti adottságok és az út során tervezett feladat és programok színesítették a napot. A hagyományteremtő kalandtúra hat középkori várom bemutatására épül. A túra útvonal során különböző feladatokat kellett megoldani, valamint az élményeket fokozta, hogy az első állomásnál a résztvevők három verbőciuszt kaptak, a későbbiekben azonban a szerencséjükön és persze a bátorságukon múlott, hogy hány verbőciuszt tudtak összegyűjteni. Az összegyűjtött pénzét vásárolni tudtak a szigeterdőben szervezett középkori vásárban. A túra végállomásán a szigeterdőben számos érdekes program várt mindenkit. Köztük középkori vásár és bemutatók, íjászok lenyűgöző produkciója várta az érdeklődőket, de a gyerekek sem unatkozhattak, mert hogy Vitéz László és Vas Juliska báb előadásában lehetett részük, valamint egy igen érdekes harci játék bemutatót lehetett megtekinteni, ugyanis szemtanúi lehettünk az 1542-es kozári csata jelenetnek, mely során Verbőci Imre és Kászón Basa csapatai csaptak össze. De a nap során a Rákóczi túrósok is hadbaszálltak egymással, hiszen 12 féle sütiméret tette meg magát a hagyományteremtő túra keretein belül. A rendezvény utolsó mozzanataként pedig a mobilmánia szórakoztatta a közönséget.